Na hali, üdv a Solar Struggle Blind végigjátszásában, E1M2, Admin Offices. Az előző pályán beszéltem a Kakovor díjaktól, és hát most adná a kérdés, hogy akkor miért nem játszom mindig olyan vadokat, amik Kakovor díjat kaptak, és akkor nem futnák bele olyanba, mint a Requiem esetében, hogy nem túl élvezetes. Hát az a helyzet, hogy a Kakovor díj is relatív, a másik pedig, hogy a Kakovor díjak előtt ugyanígy a 10 legjobb vadot megnevezték, megszavazták. Na és hogyha visszamegyünk 97-be, akkor a Requiem az első helyen van, úgyhogy a Kakovor sem jelent mindent. Nagyon jól néz ki, hogy az előző pályára visszatekinthetünk, ez mindig egy aranyos megoldás. Jó, és persze ugye pisztollyal kezdjük a pályákat. Na nézzük a másodikat. Majd vigyáznom kell, hogy nehogy bekapcsolva hagyjam a HUD-ot, amikor kezdem a pályát. Nem szeretném spoilerezni a titkos helyeket. Hello, pinkik! Nem kapok a pinkik ellen valami fegyvert, berserköt, vagy láncfűrészt. Nem marad lőszerem. Ó! Hallok sípot a zenében, az ötletes. Hol van a puska? Már kaptam. Ah, itt van. Na. Oké, kapcsoló. Na. Lőjük le a pinkiket most már. Ó, jött valami hitscan is. Ó, egész sokan. Shotgunneröket előbb. Hú, jöttek a másik felől is. Jó, nem gond, hát van most már armorom. Csak kellene még sörét. Na így. Jó. Hol volt health? Jó, steampack-ek is jók. Bármi titkos hely. Mi van itt? Ó. Ez itt több health bónusz volt. Mi a helyzet a másik felén? Ha. Ott semmi. Ne, jól néz ki a pálya. Ezek csinálnak valamit. Nem. Ó, ez itt kinyílt. Nem voltam ott fönt sem. Na merre? Kezdjük itt talán. Ó, itt is kitekinthetünk, kiugrani nem tudunk. Akkor valószínű, hogy oda nem is lehet kimenni. Jó, hát kell valamennyi. Olyan pályarész is, ami csak látványelem. Ó, ez lenne az ajtónyitó gomb, csak megpusztult szegény. Óha, oké.
szép csapda. Na és ez nem nyílik. Jó, folytassuk tovább. Jó, shotgunerök. Még van belőlük. Jó. Azaz, hova teleportálsz? Az hova teleportált? Ide? Ó, de jó! Ezek ilyen kis leengedhető dolgok, az aranyos. Majdnem olyan, mint az Ogre Zenithben a kis health töltő állomások. Ez... fura ott a textúra, mintha nem pontosan lenne elhelyezve. Ó! Kék kulcs. Na, ez aranyos rész itt. Az egeret nem tudjuk megnyomni. Kávét kiinni. Ó, ott van benne a kávé, még látszódik is. Jó, ez nem csapdás. Ott látok health bónuszt. Aha, ez egy titkos hely, csak még nem tudom, hogy kell oda menni. Ó, ez egy jó nagy rész itt. Csak nem egy nagy harc lesz ott. Oké, folytassuk itt. Ó. Ó. Akkor mégiscsak érdemes belelőni dolgokba. Jó a hangom. Hová megy? Jó, mi teleportált? Csak egy shotgunner? De most ugorjak le. Volt itt még health meg armor bónusz. Fú, hova vezet ez még? Hú, jó hosszú titkos hely. Aha. Jó, oké, visszajöttem ide. Ha jó, helyes. Jó, akkor folytathatjuk ide. Van két kulcsunk, és látszólag ide az kell. Hú, mi lehet ez a nagy aréna? Ó, még jó, nem talált el. Itt még egy ilyen töltőállomás, az biztos kinyílik. Itt kijöntötték a kávét, úgy néz ki. És még rá is szemeteltek. Ó, egy banán! Ó, leengedtem a mosdóvizet. Á, ide föl tudok menni. És ez nem jelez semmit. Ez valami kaja maradék. Bár kicsit gusztustalannak tűnik. Ja, ott van megint a sípa zenében. Jó, piros kulcs. Hát, oh, hello imp. Itt a chain gun.
hogy veszük fel a csingant. Járjuk elő kör. Ó, WC. Oké. Már is tetszik ez a vad. Ja, azt nem tudom, hogy mondtam el, ugye, hogy 4 epizód van, és az Ultimate Doomhoz hasonlóan minden epizódon 8 normál pálya és egy titkos pálya. Azt ki kellett néznem a Wikipédiáról, hogy a titkos pálya azt az majd a harmadik pályáról lesz elérhető, úgyhogy ott kell keresnem a titkos kijáratot. Oké, mi ez? Csapda. Ja. De csak egy nyílt ki. Aha. Jó, szóval visszaértünk ide. De most van piros kulcsunk is. Akkor nézzük csak. Itt más nem volt. Jó. Ez semmi. A chain gun se sikerült fölvenni még. Aha, ja, de nem mentem be a kék ajtón még. Jó, akkor ez jön most. Piros kapcsoló, áhá, és végre az arénába bemehetek, de van itt még egy sárga ajtó is. És az nem nyílik ki, viszont a chain gun-t azt valamilyen módon fel lehet venni. De úgy emlékszek, hogy mindent megnyomogattam. Nem nagyon takarítanak ebben az irodában. Valami, ami kicsit máshogy néz ki. Nem. Ja, én persze még a WC-t. Oké. Okay. Ó, ez... ez nagyon going down-os volt. Ó, WC-ket is le tudjuk húzni. Ó, az elég piszkos volt. Hát igen. Valakinek nagyon ment a hasa. Na de ez nem nyitotta le a chain gun-t. Nem. Ó, de az a kakis vécé az ott valami. Aha. Ja, akkor így szerzem meg a csingant. Ó, is titkos hely. Oké, akkor mehetünk ide. Ú, mi lesz itt? Még új armor is van.
Hát én szerintem a Chingant kell bekészíteni. Na lássuk. Jó. Idézem, elfogytak. Megszűnt a teleportálás. Oké, akkor használjuk a shotgunt most már. Jó, hát itt nem kell annyira nehéz csapdákat szerintem elképzelni. És amit a nehézségről tudok, hogy hát az Ultimate Doom-tól azért valamennyivel nehezebb. Vagy mondjuk úgy, hogy a sima Doom-tól nehezebbek, hát talán hasonlóak, mint a negyedik epizód. Azonban itt is azt írják, hogy a negyedik epizód az egy kicsit keményebb lesz. Hát akkor lehet, hogy az mondjuk sigil szintű. Meglátjuk majd, ez még nem a kijárat. Jó, kinyitotta ezt az ajtót, ezek itt kinyílnak mind. Nem. Ez az exit. Aha. Akkor az a vonal ott már az exit, avagy nem, de. Jó. Akkor nézzük, mi maradt ki. Ó, egy titkos hely. Ez jobban sikerült. Mi lehet az egy titkos hely? Nézzük a térképre rá, ez esetleg nem. Nem hiszem. Valamit látok. Itt. Ott vannak fehér vonalak. De hogy azok mik? Nincs egy sigil szem valahol? Ha? Ez lenne a titkos hely. Fura. Gyanús, hagyd nézzem át a többi részt. Ez megvolt. Vannak teleportok. Gyerünk vissza az elejére. Itt olyan, minthogyha itt le lehetne ugrani. Áhá, ezt kerestem az elején. Jó, oké. Jó, ez nagyon jó pálya volt szerintem. Na, hol van a vége? Sárga ajtó. Ígyni. És ide. Peccatum Mixamiz. Wow, nem hallottam még ezt a nevet soha. Sőt, egy kicsit ránéztem a pályatervezőkre is. Nem is tudom, hogy ők kicsodák, nem láttam még a munkájukat, nem találkoztam velük abszolút. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen pályákat terveznek, de azt kell, hogy mondjam, eddig én nagyon elégedett vagyok. Ezek a pályák jól néztek ki, és jó volt a harc rajtuk. Na, és akkor a következő pályán ne felejtsen majd el a titkos kijáratot.
Na, köszi, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban.